Na, üdv mindenkinek! Itt vagyunk ebben csodás videóban. És úgy gondoltam, hogy akkor csinálunk egy olyan videót, ahol egy picit sétálok, és bemutatom a tájat. Amint látjátok, ilyen. Ilyen a táj, én meg itt vagyok, és itt sétálunk egyet. Nem szoktam ilyen videót csinálni, ahol így vlogolok, vagy valami. De most legalább egyszer az életben miért ne vlogoljunk, nem? Tehát, hogy azért úgy legyen is valami ebből az egészből. Sokkal egyszerűbb. Bár így most, hogyha az utcán kéne közlekednem, azért az nem lenne egy király dolog. Mert furcsán néznének az emberek rám, hogy mit videózik ez, vagy mit csinál. Ez egy kis nyugalom sziget, ahol az ember jól érzi magát, és el tud lenni, és egy kicsit ki tudsz kapcsolódni, össze tudod szedni a gondolataidat, és tök jó, hogy itt kint tudsz lenni, és ennyi. Ez egy ilyen történet, van? Gyönyörű fa, én is gyönyörű vagyok, tudom, hogy tetszem. Szedd össze magad, ugye az eldobott cigaretta csikre mondják, hogy szedd össze magad. Hát ez van, ezt kell szeretni. Nem? Ennek ezt kell szeretni. Így sokkal egyszerűbb, amikor videót készítesz, hogy így minden látszódik, tehát hogy így látszódik az erdők, látszódnak a fák. Ja, arra én. Amúgy. Csak úgy megsúgom, mert észrevettem, hogy nem tudjátok, hogy mi a helyzet. Picit visszafúzom. Kijebb hagyjam, nem tudom. Nem tudom, mennyire hallatszódik bele a fölvételbe, de nyugalom. Tehát itt kicsit furcsa a történet, nem? Pálmafák, hogy mi egymást, tehát itt kell vlogolni, hogy így veszük az egészet, és így minek tartsam. Felesleges, nem? Így egyszerű. Így egyszerű. És így könnyebb is a dolog, meg jobban érzed magad, tudod, és akkor így csak mész. Mindig zajlik az élet amúgy. Ez a kis erdő, ez ilyen kis mondjuk úgy, hogy nyugodt erdő, tehát itt azért én szeretek lenni, meg valahogy az ember azért így megnyugszik a természetben, tehát valahogy az erdő meg tudja nyugtatni az embert. Az előbb megittam egy 0,6 literes energiaitalt, és kicsit böfögök tőle, meg egy kicsit a gyomromat mozgatja, de nem gond, tehát semmi probléma. Úgyhogy ennyi ez a történet. Elnézünk erre, mert itt van egy ilyen kis túlszerűség. Ugye meglátjátok ti is. Hát van itt minden, vagyis hát nem mutatom meg, hát nem multiból készült. De vannak itt érdekességek. Úgyhogy ja, ez ilyen dolog. Most pedig úgy alakul, ahogy alakul a molekula. Tehát valahogy lesz, ahogy lennie kell. És én azt gondolom, hogy az élet mindig tud okozni meglepetéseket, nem? Ha videózom, akkor videózom. És közben felveszem, ahogy itt megyek. Már biztos furcsán nézni nekem. Nézzük. Na. Mögöttem nem jön senki. Ez egy nagyon jó dolog. Na, ez egy ilyen dolog. Mit parázzuk, hogy jönne valaki? Ha jön valaki, akkor belenézünk, és akkor látjuk. Noho, jön valaki, nem jön senki. Ne aggódjatok, ne érjétek meg. Na, mi van itt? Mi van itt? És pont jönnek. És pont jönnek. Thank you.
Közben integettem egy ismerősnek, aki ott ül. Mindjárt! Ah, mindjárt megyünk arra, csak itt. Gyorsan levideózok, amit le kell, hát. Szörnyen jó. Épp az előbb lőttem el ezt, hogy ha itt hátra nézzük, hogy jön-e valaki, és pont jött egy elektromos motorral egy bácsi. Hát ez érdekes dolog. És hát ez pont úgy alakult, hogy nem gondoltam volna. Hát nem vettük észre. Remélem, hogy ti előbb észre vettétek, mint én. Remélhetőleg. Tehát, érted? Ilyen kalandokban sosem volt részed. Na gyere velem, sétáljunk együtt. Na menjünk. Ugye jön, amit mutatok? Az. Hoppá. Nézzük. Láttad? Jó figyeld meg, hogy mi van a falon. Valami ezért. Csú. Nyilván már azt hiszem, hogy tényleg jön valaki. Nem? És van még egy érdekesség itt. Meg fogjátok látni. De csak figyelj itt a hátamat. Kettő darab lesz. Hát mivel egy pár. Hopp, mit látnak? Mit? Hoppá, nehéz. Hoppá. Ott van a szem a falon. Két oldalt. Érted? Ezzel gondolkodjál. Mindent lát. Még engem is. Na jó van. Közben jönnek. Nem, itt azért ez egy erdő, bár nem olyan mozgalmas erdő, mégis jönnek. Tehát mégis közlekednek. Talán hülye szúnyogok meglepnek engem, hát nem igaz már, hogy ilyen borzalmas, hogy ilyen szúnyogok vannak itt, de mi? Itt nem is értem, minek van ennyi szúnyog. Mit keres itt ennyi szúnyog? Hát valamit csináljátok már velük, mert jó lenne, ha írtanák, de úgy látszik nem hat rájuk az írtószer, mert agresszívabbak, mint eddig voltak. Mert hát, hogyha a fűben vannak és meg vannak zargatva, akkor persze, hogy megtámadnak. Mondjuk egész nyáron csipkedtek, mint a... És mondom azt, hogy a 21, de... Ezt most nem tudom, miért mondtam, de mondtam. Így van? Na igen. Jó, gyerekek, ez egész kellemes itt az erdőben. Milyen jó háttér van. Wow, nagyon király. Ilyen videósa volt még, mi? Nem baj lesz, hogy... Legalább van valami érdekesség. Tartalom, tartalma. És ami egymást el. Szokott ez így lenni. Amikor el kéne menni. Hát már ezek a szúnyogok, gyerekek, nem igaz. Reméljük sikló kígyóval nem találkozunk, mert nincs kedvem sikló kígyóval találkozni. Bár már láttam sikló kígyót, úgyhogy nem kell aggódni, csak nem vagyunk jobb a sikló kígyókkal. Tehát igazából fél, csak tudod azért, jó, hát nem ártalmas, tehát nem tudjuk ezen, csak ma azért még se kell egy harapás. Hát, még ha a hölgyek harapnak, az nem volt, tehát ez még tűrhető is, de azért egy kígyó mégiscsak másokat. És oké, megmar, vagy megharap, vagy olyan, jó, nincs mérge, de honnan tudod, hogy ez most egyáltalán milyen kígyó lehet, mert nem tudjuk, hogy most milyen kígyók lehetnek még itt. Akár milyen kígyó lehet itt, úgyhogy... Ja, lassan kiérünk az erdőből, ami azért van, mert hosszú út, amiért járok. Na nézzük csak, hány perce megyünk. Ó, hát ez... Még csak 9 perc. Azt a mindegy, azt hittem, hogy sokkal több. De nem baj. Ez a jó. Aztán megyünk vissza. Itt lehullott levelek vannak, tehát levelek között lehet siklókígyó. Tehát pihenhet épp valamelyik sarokban, vagy az út közepén, ezért jól oda kell figyelnem, mert egy rossz mozdulat is megmarhat, megcsíphet, ami magas vérnyomást is lázt okoz, ellenben nekem az nem kedvezne, hogy magas vérnyomást is lázt okozzam, mert akkor lehet, hogy nem élnék, tehát lehet, hogy akkor
mert amúgy is a vérnyomásom a problémát vannak. Tehát azért én azért jól odafigyelek, mert reméljük, hogy nem. Tehát amikor erről beszélek, akkor pont akkor találok valamit. Tehát akkor találkozom össze vele. Pont igazából nem hiszem, hogy bántani fog. Bár én mindig parázom a dolgoktól. Van ez így, tehát a para nem baj. Tehát mindenki fél valamitől. Hiába mondják azt, hogy nem. De higgyétek el, hogy van mindenkinek olyan, amitől fél. Mondjuk a sötétben szerintem mindenki fél. Nem hiszem, hogy bárki végig menne menni egy erdőn. Főleg egyedül. Ha társaságban mész, akkor sem, mert többiek meg ugye azért szeretik még így ráadni a ijedős kabátot a másikra. Szerintem nem fogjátok érteni, miért mondtam, hogy ijedős kabátot. Még jobban ráhozzák a félelmet, hogy hát figyelj, azért mégse olyan jó ez az erdő, ugye? Vagy mégse jó ez az egész. És akkor így beparázol, és így öröd a fejed rajta, hogy most mi van? És micsoda? Vagy mi? Hát ott az... Én is voltam így, amikor régebbi ismerősökkel jártunk internetklubba, és így mentünk az egyik utcában. Még azt mondta, követnek. Annyira elhittem, hogy olyan volt, mint a tényleg. Tehát hittem nekik a dologban. Sokszor be is képzeltem, hogy követnek, és volt egy időszak, amikor tényleg, tehát volt egy fószerre leírás, illet rá, tehát tényleg valójában volt egy ilyen is. De aztán utána már nem hittem nekik, mert mondom, hogy ne beszéljetek már félre, ne mondjatok olyat, hogy nem igaz. Aztán valahogy mégis úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, hogy miért félnek. Megjöttem végig ezen az erdőn már, tehát sötétben még két emberkével nagyon régen. Hú, hát azt most nem tudom melyik évben volt, de nagyon régen, tehát fiatalabb voltam sokkal. És hát végig mentünk a sötétben, én mentem így a legszélén, azon az oldalon, tehát az a széle, ez a széle volt. Ők meg itt jöttek, ahol én most én itt valahol. És hát, ja, rámozták a parát. Persze az ember azért sötétben persze, hogy fél, de mindenkinek van félelme. Tehát nem mondja azt nekem senki, hogy nincs félelme, nem? Tehát, hogy azt azért nem kellene mondani, hogy nincs. Mert mindenki fél valamitől. Szerintem, tehát oké, persze azt mondja, hogy nem félek semmitől. De szerintem simán beparázol. És ő tudja, hogy valami, amitől beparázol. Rámerek tenni egy 5 forintot, tehát most pont az 5 forintot mondtam. Most 1-2 forintot minek mondja? Ez úgy sincs. De régebben milyen jó volt az 1-2 forintos, amikor volt. Csak aztán megszüntették, ugye? És ennyi. Na hát, kiértünk. Ami azt jelenti, hogy megyünk vissza. Mert visszafele kell menni. Na, akkor menjünk vissza, nem? Menjünk, így még jobb, mert azért... Hú, gyerekek, ez elég. Aj, gyerekek. Azt mondja, figyelem. Na várjatok, mert itt van valami a fán. Mondjuk nem tudom élő fára mióta szokás táblát tenni, tilos, tehát tudtom, van nem szabad. Tehát ha valamit te ráraksz a fára, az büntetéssel jár. Figyelem, az erdő park területén viharos időben tartózkodni veszélyes és tilos. Jó, most mondjuk nincs vihar, de volt egy nagyon nagy vihar, amikor volt is egy baleset, rádölt az autóra. Ja, tehát vannak ilyen helyzetek. Na most már bátrabban megyünk vissza, most minek parázok, tehát amúgy itt vannak a csollányok. Amúgy itt is van a csollány, nem sértem, miért mutogatom, ott. Ez egy csollány. Csollány szilveszter. Mutattam volna azt is, hogy csollány szilveszter. Az a baj, hogy olyan rövid ez az történet, hogy a... Amúgy így tök jó, hogy így tartom, mert így legalább látszódik minden. Látszódik az a nagyon szép sportos izmos. Az a hasam ugye a sok nokedló. Nokedló, tehát ló. Lovat nem eszek, tehát milyen. Lóra rá kell ülni és menni kell a lóval. Gyerekkoromban ültem lovon, és egy jó élmény volt. Remélem egyszer még lesz rá alkalmam lóra felülni. Jó, hát az kis picike ló volt, meg ki volt kötés körbe-körben. Mondjuk én pont olyan lovat fogtam ki, aki mindig megállt és ette a füvet. Tehát hiába mondtam neki, hogy légy szíves, menjél már, meg mondtam neki mindent, tehát mégse lett belőle semmi. Tehát mondhattam neki, hogy induljál már meg, meg légy szíves, mert többiek mind körbe-körbe mennek, te meg nem akart megmozdulni, és így feltartod a sort és a pörgést, hogy körbe-körbe menjünk.
Hát picinkeló volt még. Még valahol, nem is tudom, még az iskolában voltunk. Valahol régen. Na mindegy. Gyerekek, annyi minden szerettem volna lenni. Nem úgy alakultak a dolgok, tudjátok, az élet mindig hoz érdekes dolgokat. Sok minden szerettem volna lenni. Most soroljam fel, hogy tűzoltó, rendőr, mentő, köműves autószerelő, villanyszerelő. Hó, gyerekek, annyi álma volt, szuperhős akartam lenni, minden. Emlékszem rá, gyerekkoromban kiültem egy ilyen kis játékipággal, és énekeltem, a csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, na merre jár, na hol lehet, ó, most a kedvesem, és akkor befejeztem a dalt, és akkor mondtam, hogy szeretnék egy híres előadó lenni, majd egy nagy énekes leszek, majd mit tudom én mi, és itt szőttem az álmokat, amit a mai napig szövök, de nem úgy alakult. De ami késik, az nem múlik, a gyertyalánk fény, ami ki nem gyúlik, addig az élet motorja begyúlik. Na, beindul. Na, hát most mit mondhatnék erre? Azt mondom, hogy merre? Megyek én már. Jól van, gyerekek, nyugalom. Semmi ok a parára, meg a félelemre. Az a baj, hogy így fogom, akkor itt kéne tartom egész így. Így meg tiszta hülyeség, nem? Tehát, és akkor mit nézzük a fákat? Mit nézzük a bokrokat? Figyelj, adom össze. Bokrom, bokrom, mondd meg nékem, merre menjek én most éppen, dalalalidaria. Ennyi, gyerekek, a tettük közén itt. Jaj, gyerekek, ettől megszédültem, jó van, hát. Mondták itt már nekem, hogy 33 éves vagy, 40 vagy. Amit nem értek, mert hogy lehetek 40, és hogy lehetek 33, tehát 35, tehát 30, 26 vagyok. Tehát, jó, hát a fiatal gyerekek jó, hogy többnek hisznek. Mert tényleg jó, mondjuk 18 évesen is már kicsit nagyobb volt a szakállam az arcomon. 40 éves vagy, ha mondom. Azt kell, mert 18 vagyok. Hát most az, hogy egy hétig nem borotválkoztam meg, vagy két nap alatt megnőtt nagy szakállam volt, akkor mi van? Most is volt, csak megborotválkoztam. Az a baj, hogyha meghagyom, akkor zavar. Jól áll, tehát akkor is jól áll, ha van szakállam, akkor is jól áll, ha nincs. Hát, nekem minden jól áll. Gyerekek, fáj a kezem így tartani. A möster szokott ugye csollányt enni, meg ugye meg leforrázza, és akkor hát leforrázza, belerakja a lábosba, és akkor megforralja, és akkor megissza a levét. Tehát azt is lehet egy kicsit így, ja. Meg sok olyan érdekesség van. Jaj, gyerekek, annyiféle dolog van itt a világban, hogy elsőztem. Ja, itt egy... Ott egy fa, amint látjátok. Veszik egy nagy fa. Ott. Ami az azért fekszik ott, mert ki van dőlve. Jaj, gyerekek, azért zajlik az élet, megyek tovább. Na. Azt gondolom, hogy ez a videó szerintem nagyon jó videó lett. És szerintem az eddigi leghosszabb videó, és ennyi. Gyerekek, szeretek így tényleg így megosztani majdnem, hát nem minden, de azért szeretem, hogyha elmondhatom a saját dolgaimat, még így legalább vannak érdekességek, ugye a vlogolás, az azért jó, mert útközben mész és videót csinálsz. És azért nem megyek a városba, mert sokan vannak, ha sokan vannak, és azt meg nem vennék jó néven, hogy most egy videózom, mert illetve benne van valaki, aki nem akar benne lenni. Azért meg nincs értelme. És feleslegesen nem szabad belemenni olyan dolgokba, amit nem akar más. Tehát most valakit véletlenül felveszek, hogy benne lesz, utána meg... Tehát jó. Ez így jó, hogy nincs benne senki. Azért engedély nélkül mást felvenni nem illik, és szerintem nem is szabad. Bár mondjuk azt veszel fel, amit szeretnél, és amit úgy érzel, hogy fel akarsz venni. Nem de? És ennyi. Hát ennyire egyszerű ez a dolog. Jó, itt közben jönnek biciklivel picike gyerekek. Nem baj az. Hát videót csinálok, tehát magamat veszem úgyis. Tehát. Detektor, keressük a pénzt. Keressük az aranyat. Hopp, hopp.
Hop hop. Hop hop hop. Megy az eső, megy a világ. Ez a jönnek. Na, detektort letesszük. De keresnénk valamit. És ennyi. Na, egy család bent itt, és ők úgy mondottan mennek valamelyre. Na, hát igazából ide értem a célhoz, ahova kellett is jönni. Na, azt gondolom, hogy most én itt le is zárom ezt a videót. Találkozunk a következő videóban. A leírásban mindent megtaláltok, komment szekcióban is. És fejtsétek ki ti is a véleményeiteket. Szervusztok!